Kistarcsaváros önkormányzata az Európai Unió által támogatott Széchenyi Terv Plusz pályázatán 300 millió forint vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert a város kerékpáros infrastruktúrájának fejlesztésére. A 2024. június 5-én megtartott projektnyitó rendezvény keretében hivatalosan is átadásra került a munkaterület a kivitelezőnek. Mint polgármester az első átadóim között volt a bicikli útnak az átadása, amivel sikerült Kistarcsát bekötnünk a fővárosi kerékpárút hálózatba. Tehát, hogy most már ugye évek óta elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Hősök teréig meg a belvárosig el lehet menni bicikli úton, vagy védett kerékpár sávon. És hát most ezt a hálózatot fogjuk bővíteni egy újabb pályázat keretében. A Fenyves úttól fog indulni az új szakasz. Az első részen egészen a Rigómező utcáig felfestett szakaszok lesznek. Onnantól pedig egy teljesen új rétegrenddel fog épülni kétirányú, tehát kétsávos kerékpársáv. A Rigómező utcától először a páros oldalon fog zajlani az építkezés, és utána pedig átmegyünk a Malom utca felüli oldalra, és onnantól egész végig ezen az oldalon fog zajlani a kivitelezés. Körülbelül 2500 méter lesz a felfestett szakasz, és 1300 méter lesz az épített szakasz. Körülbelül 2 méter 30 széles lesz a két kerékpársáv, a kanyarig földárokkal, illetve a Kistarcsa vége tábláig lesz napelemes, illetve épített vezetékes közvilágítással mindkét oldalon. A kanyartól pedig egy épített mederburkolatos vízelvezetés lesz kiegészítésként a kerékpársáv mellé építve egészen a Nagytarcsa tábláig. A kerékpárút ez több szempontból is jó dolog, kiemelt beruházás. Hát ugye az egyik, az alap az az, hogy minél nagyobb a kerékpárút hálózat, annál többen fogják a kerékpározást választani, annál többen sportolnak, annál többen lesznek egészségesek nagy valószínűséggel. Tehát mindenképp egy ilyen egészségtudatos szempontja is van minden ilyen beruházásnak. A másik szempont, az pedig Kistarcsa és Nagytarcsa viszonyában keresendő. Ezt kettő felé bontanám. Az egyik fele ugye az, hogy mind a kistarcsai, mind a nagytarcsai lakosok részéről volt már hosszú évek óta igény arra, hogy mind a gyalogos, mind a kerékpár forgalmat tegyük biztonságosabb a két település között, lévén, hogy ráadásul itt a Nagytarcsai út egy eléggé forgalmas útszakasz, és abszolút nincsen se járda, se semmilyen lehetőség a gyalogosok számára. Így remélhetőleg ez a beruházással ez is meg fog oldódni, tehát mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok részére biztonságosá válik a közlekedés a két település között. A másik, ugyanebben a témában, de talán egy másik szempont, az egy kicsit átvittebb értelemben való közeledés. Az elmúlt 5-6 évben azt azért be kell látni, hogy Kistarcsa és Nagytarcsa viszonyában egy eléggé nagy távolodás volt megfigyelhető, mind kommunikációs szinten, mind kapcsolati szinten. És itt még folytatnám kiemelném, hogy nem a Kistarcsa és a Nagytarcsai emberek között, hiszen mind baráti, ismerősi, mind rokoni szálon Kistarcsa és Nagytarcsa ezer szállal kötődik egymáshoz itt. Vezetői szinten, település vezetési szinten gondolok én arra, hogy egy távolodás történt, hiszen a nagytarcsai vezetések részéről az elmúlt években számos olyan döntés született, ami Kistarcsát és az itt lakókat kedvezőtlenül érintette, és én bízom benne, hogy azzal, hogy Kistarcsa ezzel a beruházással egyrészt közelíti egymáshoz a két település, másrészt azért a nagytarcsaiaknak is jó lesz, hiszen ezzel Nagytarcsát is Kistarcsán keresztül bekötjük a budapesti kerékpárút hálózatba. Ezzel a gesztussal jelezzük azért Nagytarcsa felé, hogy ennek a viszonynak a helyreállítása, a két településnek a közelítése az nem rajtunk múlott, nem rajtunk múlik, és a jövőben sem rajtunk fog múlni. Ez a rendezvény hihetetlen fontos számunkra is nagytarcsaiaknak, hiszen a két település együtt él, egymás mellett, szimbiózisba élünk, egymásra vagyunk utalva, és ez a bicikliút, amire megnyerte a pályáti forrást a polgármester úr és Kistarcsa, ez nekünk is nagyon fontos, hiszen Nagytarcsát egyből össze tudjuk kötni Budapesten, Kistarcsán keresztül.
Mivel polgármester úrral már évek óta sokat beszélgettünk erről a projektről, ezért ez számunkra nagy várakozás volt, ugyanúgy, mint Kistarcsa számára is. És amikor meghallottuk a hírt, akkor együtt örültünk velük, hiszen nagyon fontos, hogy egy ilyen összekötetés, tényleg nincs bicikli, ahogy a polgármester úr mondta a megnyitóban, nincs bicikliút itt, nincs járda, az emberek egymással közlekednek itt oda-vissza vendégségbe, és mégis azt látják nap mint nap, hogy veszélyes az út, nagyon jó lenne, ha valami a megoldás születne. Ezért számunkra ez a bicikliút egy nagy öröm. Ez azért is fontos, mert Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa együtt, ha összeáll, egy olyan komoly kistérségi agglomerációs központtá és súlyát tudunk válni, ami mind lobbyerőben, képviselben, mindenben tényezővé tudunk ezáltal válni, mi így hárman, ha összefogunk. De visszatérve magára a kerékpárútra, nagyon örülök annak, hogy ez a beruházás is elindul, és már nagyon várom, hogy alpolgármester úrral már úgy tudjunk majd átmenni, esetleg tárgyalni a szomszéd településre, hogy már biciklivel tudunk menni, és nem A projekt megvalósítására 8 hónap áll rendelkezésre, de a kivitelező tervei szerint az új kistarcsai kerékpárutat még a tél beállta előtt átadják a közlekedőknek.